egyszer kell befektetni egy nagyobb munkát. Ilyen digitális táblák segítségével folyhat az oktatás pár héten belül a város 22 iskolájában. Székesfehérvár önkormányzata pályázati forrásból nyert több mint 306 millió forintot az informatikai oktatás fejlesztésre, úgynevezett intelligens iskolák létrehozására. Ennek keretében egyebek mellett 526 iskolai számítógép és 177 tantermi csomag, benne az interaktív táblákkal kerül az iskolákba. Így Fehérváron az iskolák informatikai ellátottsága az átlag fölé emelkedik. A támogatásból a legkorszerűbb informatikai eszközök kerülnek Székesfehérvár oktatási intézményeibe. A 21. században informatika nélkül már nem fognak tudni a gyermekeink boldogulni. Nem mindegy, tehát, hogy milyen lehetőségekhez tudjuk őket juttatni már az intézményeinkben, már az oktatásban, hogy mire kilépnek a nagybetűs életbe, addig ezekkel az eszközökkel megismerkedjenek, számukra természetes legyen. Nagyon vártuk ezt a projektbe teljesülését. Mint a tanárok mondják, ma már elengedhetetlen az digitális írástudás és az úgynevezett kulcskompetenciák fejlesztése a diákoknál. Esélyegyenlőséget is teremt a fejlesztés, hiszen így azok a gyerekek is hozzájutnak az informatikai tudáshoz, akiknek otthon esetleg erre nincs lehetőségük. Mindeközben a digitális táblák segítségével a tanulás is élményt jelent a gyerekeknek, hiszen az oktatás során jó pár vizuális elemmel kiegészítve érdekesebb a tanulás. Ma egy tanóra hagyományos módszerekkel, ha a tanár nem próbálja saját személyiségével elvarázsolni a tanulókat, akkor egyre nehezebb 45 percen keresztül úgy a figyelmet lekötni, hogy nagyban tudnák ezt az egészet a gyerekek hasznosítani. Hogy az új digitális eszközöket minél hatékonyabban ki tudják használni a tanárok, továbbképzéseket szerveznek számukra az iskolák. A fejlesztés megvalósítását a Fehérvári Illetőségű Albacom Kft. Végzi.